Sziasztok! Majd mit viseltem a héten videót hoztam nektek, aminek az inspirációit kedvenc youtubereimtől szereztem. Kelsey-től, Suzy-tól és Tess-től. Tekintve, hogy ez egy új típusú videó a csatornán, mindenképp fontos lenne a visszajelzés, úgyhogy kérlek, írjátok meg, hogy tetszett-e a videó, szeretnétek-e még ilyen típusú videót látni a csatornán, mert tényleg fontos lenne a visszajelzés. Várom a kommenteket, amiket előre is köszönök, és nézzük, hogy miket viseltem a héten. Üdvözletiteket, hétfői Alexa, aki még lelkes, és ezt az outfitem is tükrözi, ugyanis próbáltam kicsit csinosabban felöltözni, hogy mégiscsak jobban induljon a hét. Az outfit központjában egy mini fehér mohítós ruha áll, amin apró pici pöttyök vannak. Ezt párosítottam egy harisnyával a Tezenészből, ugyanis hideg van, illetve egy magas bokacsizmával a H&M-ből. Természetesen nem maradhat el a klasszikus bőrkabát sem, ezt a Springfieldből vettem, és van két kiegészítőm is, egy napszemüveg, illetve a táska, és mindkettő a Bershka. Van. Nem igazán emlékszem, hogy az intróban mutattam-e, de úgy terveztem ezt a videót, hogy egy kicsit ilyen vlog stílusban lenne, tehát nem csak az outfitet mutatom meg azt, hogy mit viseltem az adott nap, hanem egy-két részletét is, ami mondjuk titeket érdekelhet, vagy kicsit izgalmasabb, mint mondjuk ami szerdán lesz majd, de erről majd később, tehát hogy kicsit ilyen izgalmasabbá és interaktívabbá tenném a videót. Bár ez ma pont nem fog összejönni, tekintve, hogy már itthon vagyok, dolgoztam, és ennyi volt az összprogramom. Ez kicsit ilyen csillesebb, kuckózósabb nap lesz, úgyhogy a mai napot szerintem itt be is fejezem, és találkozunk holnap. Még egy fontos info, holnaptól minőségi javulást láthattok a videóban, tekintve, hogy... új vlogkamerát vettem, ugyanis muszáj volt már beruháznom egyre, mert a mostani az már nem annyira jól működik, úgyhogy holnaptól beizzítom, és olyan minőségben láthatjátok a kis csöstemet, meg a ruhákat, mint még soha. Akkor holnap találkozunk. Ma egy csajos napot tervezünk Evelynnel, úgyhogy mindenképp egy kényelmes ruhát szerettem volna választani, és elég egyszínűre is sikerült, ugyanis minden ruhadarabom fekete, kivéve a farmer kabát, ami viszont így iszonyatosan feldobja az összképet. A kabát egyébként a Nakedből van, a felsőm Tezenész, ezt párosítottam egy sima fekete H&M-es nadrággal, és természetesen a Vanszemmel, hiszen hogyha kényelmes cipőről van szó, akkor csak ehhez nyúlok, és a kiegészítőim, tehát a napszemüveg és a táska mindkettő a Bershkából van. Sziasztok! Ki van itt? Hello! Ezer éve! Ha esetleg nem ismernétek, Evelyn! Visszatértem! Végre! A mai terv, hogy végre nem otthonülős, bekuckózós pillanataim vannak, mint tegnap volt, bár nyilván annak is megvan a maga varázsa. Ha nem van életed? Igen! Végre! Úgyhogy most elmegyünk tázni, per forró csuki, per kávé, per akárki akármit ihat. Ez az! Szabad az este! Azt csinálsz, amit akarsz! Habzsidőzsi, meg kirúgunk a álmból, meg fiatalok! De csak este 11-ig, mert utána menni kell aludni. 10-ig. Nem voltam felkészülve. 11-ig ébren kell maradnom. Ja, bocsánat, akkor 10-ig. Elnézést. Evelyn nálam alszik, és csajos napot tartunk, egy kicsit csajos lelkizünk. Igen. Csajos estét tartunk. Köszönöm. Látod, ezért hoztalak magammal. Hogy ezért barátkozunk, mert tanulós van. Vagy. Kiavítasz. Te elkezded a mondatot, én pedig befejezem. Istenem! Nehogy sírjak! Mit iszol? Ó, de szépen világítasz, mint egy angyal. Angyal a másik nyelven. Szóval ez egy kókusztejes forró csoki fahéjjal. Ez egy forró csoki. Ez szimpla forró csoki. De laktózmentes tejből, és nagyon finom. Ezt te utálnád. Utálod a kókuszt, utálod a fahéjat, úgyhogy ez nem a te világod. Imádom, hogy ennyire különbözünk. Igen. Tényleg is, ha már mit viseltem a héten, akkor mutasd meg, hogy te mit viselsz. Szóval az én outfitem ez a flitteres ruha, kis ruha, amit egy turiban találtam. Szóval ez egy igazi kincsnek nevezhető, és fekete halisméretre magasabbú cipő, ami a Deckmanból van. Köszönjük szépen, és egy cicit táskát. Ez egyébként a fru
Zsuzsié, szóval tőle kaptam kölcsön. Köszönjük az ingyen reklámot mindenkinek. Én meg most felpillanat úgy érzem magam, mint aki egy kiállításon van egy múzeumban, de... Ott is vagyok. Igen, az egész élet egy kiállítás. A mai napom a legizgalmasabb a héten, úgyhogy egyértelműen a jelenlegi kedvenc összeállításomat akartam erre választani. Az outfit középpontjában egyértelműen ez a fekete kantáros kis ruha áll a H&M-ből, és ezzel felvettem egy sima fehér garbós felsőt a Bershkából. Ahogy már említettem, hideg van, tehát a harisnya már kötelező, úgyhogy felvettem ismét egy tezeniszes harisnyát és egy H&M-es kis bokacipőt. Amikor ezt a jelenetet forgattam, eléggé meleg volt, úgyhogy a kabátot nem vettem fel, viszont ez tök ugyanaz, mint amit hétfőn mutattam, úgyhogy ha akarjátok, ott meg tudjátok nézni, hogy néz ki. Kiegészítőnek pedig ismételten a Bershkás napszemüvegemet és táskámat hordtam. És most választottam egy ezüst karika fülbevalót is, amit az FNDF-ben vettem. Nagyon izgalmas programom lesz ma, ugyanis tetováltam. Úgyhogy ez a mai utolsó program, és így szerintem le is zárom, mert nyilván a filmet nem mutatom meg, és amúgy meg nem lesz semmi izgalmas a délután, az este folyamán, úgyhogy holnap találkozunk. Ismételten egy lazább összeállítás, de mégis van benne egy apró pici izgalom, ami feldobja az egészet. Egy csíkos kötött pulcsit viselek, ami a Zarából van, ezt párosítottam egy sima farmerrel, a H&M-ből, illetve a bokacipőmmel, és a Bershkás táskámmal, amit már rengetegszer láthattatok. Az aranyfülbevalóm pedig a mangóból van, és jelenleg ez az abszolút kedvenc kiegészítőm, és szinte le se lehet robbantani rólam, hiszen a legegyszerűbb outfitet is képes hihetetlen gyorsan feldobni. Most épp tanul vlogolni, úgyhogy majd ide kirakom. Szóval, Ügy Zalán, a volt kollégám per barátom, bemint nem, újra. Bár hát volt kollégám és egy nagyon jó barátom, és most kezdett el videózni. Igen, ebben nagyon rossz vagyok, nem engedem az embereket beszélni. Szóval, most kezdett el videózni, úgyhogy adjunk neki egy kis szeretetet, úgyhogy nézzétek meg ott. Ott. Sziasztok, szeressetek, mert nagyon rám fér. Főleg mostanában. Ja, mi rám is, engem is szeressetek. Ropit se ad. Csak lop. Úgyhogy iratkoztatok fel, rá is. Hol tartsz? Fél millió vagy? 1 millió, tesó. Én vagyok az első magyar, akinek 1 millió feliratkozója van, jó? De durva. Ilyenig nem találkoztunk. Na, azóta menő lettem. Na, ma ez lesz a programunk, hogy iszunk, és lelkezünk, meg ropit eszünk, úgyhogy majd holnap találkozunk egy újabb outfittel és programolással. Elérkeztünk az utolsó szethez, ami egyértelműen a kényelemről szól, hiszen mai napom csupán csak annyi, hogy dolgozom és hazautazom vidékre. Elsőre egyébként elég egyszerűnek tűnik az összeállítás, hiszen csak egy bőrkabát van rajtam, illetve egy fekete farmer és egy bokacipő a H&M-ből, de azért a kabát alatt rejtegetek egy kis izgalmat és színt is. Ezt a felsőt nemrég vettem a Zarában, és nekem egyértelműen egy ilyen baba felsőre emlékeztet, és én pont ezért szerettem bele. Ahogy már mondtam, a cipőm a H&M-ből van, a napszemüveg és a táska pedig Bershka. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy nagyon-nagyon tetszett, mert én tényleg élveztem felvenni, úgyhogy várom a kommenteket, és találkozunk jövő hét vasárnap egy új videóval. Sziasztok!